5, 4, 3, 2, 1, és óra indul. És el is indult a második futam. Érdemes figyelni az automata. Mágnes megvan, Andris, az MMC-nek a 12 pont. Tehát aki szeretné érteni, hogy hogy működik például az MMC-nek a robotvezélése, meg tudja nézni, és látja, hogy teljesen, hát ott a számítógépen, monitoron, teljesen automata. Megvan a 12 pont, bal. MMC, tehát piros 12 pont. Megvan. Megvan a túloldal is. Megvan az a 12? Na, megvan az első. Ugye itt próbáltuk a szerencsét kizárni a versenyből, de bizonyos szinten benne van. Például ez itt most egy igen szomorú esemény. Úgy. Jó. Véletlen összeütközések lehetnek, és itt ez a feloldás a problémának, hogy szétválasztjuk a robotokat. Andis azok megvan szerint. Az MMC-nek a távoli. Megvan ez a 36-os, nézd. A távoli bal 36-os megvan. A MMC piros. Tehát 36-os bal felső. Az MMC tehát úgy működik, hogy a térképen kattintanak arra a pontra, ahova neki el kell jutnia, és minden egyes kattintás után az adott kattintás vár 10 másodpercet. Egymás után előre meghatározzák neki azokat a pontokat, ahova el kell neki jutnia, bekerül egy várakozó listába, és 10 másodpercet halad, Andrés, még egy zöld. Jól láthatóan az adott parancs. Te vagy, Pali. MMC-nek megvan a 12, jobbra, Andris. Itt ez. De. Megvan. 36-os jobb felső. És van még 10 perc.
megvan a alsó jobb 36-os. Igazi fogászat, csak nem tudom kinek van 36 foga. Alsó 30, jobb 36-os. Ezzel mi volt, Peti? Ez a 12-es. Még 9 perc van hátra. Bal 36-os, alsó. Van még 8 és fél perc, úgyhogy akár még egyszer körbejárhatjátok. Megvan a 72 jobb alsó. Megvan a 72-es bal. Akkor egy maradt még az MMC-nek. És 7 és fél perc van még, hogy... Oké. Utolsó mágnes is le van téve. Kipirosodott a pálya. Innentől kezdve nem tudom, mi lesz a stratégia része. Szerintem nem tudom, bemennek középre. És valószínű, hogy most területet fognak védeni, hogy ne tudjon a többi robot feljönni, ez teljesen szabályos egyébként. Hát. Mondjuk jogos, amit a Peti mond, itt nagy titkok titka, hogy mivel rengeteg idejük van, ezért még egy mágnest letesztek a legtöbbet érő helyekre, ezáltal biztosítva azt, hogyha véletlenül valamelyik csapat elvinnél, akkor egyik ott maradjon. Az más kérdés, hogy ti is el tudjátok, nem? Ti tudtok mágnest fölvenni? Nem tudnak mágnest fölvenni.
5 perc. Ezt tudod, hogy nektek fog menni. Fiúk, szerintem gyertek be, értem. Kíváncsi földlakók csapata megpróbál mágnes lerakni. Lepattant és vissza? Tehát érte a földet. Jó, akkor az pontot ér. Akkor Andris a lila csapatnak ide egy 12-est. De visszapattant a mágnes a robot aljára. A kérdés, hogy az MMC mágnesét elvitte. Ha nem, nem vitt el, az MMC mágnese az ott van a célban. És mint egy, nem is tudom minek minősíteni, házőrző őrzi a területet az MMC. Három perc van még ebből a futamból. Igen. Jaj, lett egy zöld a... A 12-es? A 36-osba? Zöld 36-os bal felső. Sajnos itt a szőnyeget nem bírtuk kivasalni, de az MMC megteszi helyettünk is. Rosszul hajtották össze, és... Nem jött ki belőle. 2 percünk van még. És a kíváncsi földlakók majdnem megérkeztek a 36-oshoz. Hopp, hopp, ott is esemény. Majd figyeljetek, hogy ne sérüljön a robot. Jó, nem kell visszavinned, hogyha nem akarod. Ott szétválasztjátok, és... Másfél perc.
Na, akkor 7 másodperc, 6 másodperc. És 2-1-0. Ez a futam lezárult.